A Kárpát Express mai első állomásán részt veszünk a Mezőgecsei Lekvár Főzőfesztiválon, majd egy rendkívül izgalmas bunker túrán a felvidéki Füleken. Innen a párciumi magyar napokra látogatunk, végül pedig Kárpátalja legnagyobb magyar katonai temetőjébe megyünk, a Vigyázókkal. Tartsanak velünk! Szabó Margit szilvafáin bő volt az idei termés. Már 70 kg szilvalekvárt főzött belőle. Saját részünkre főzünk, de eladásra is, mert van megtermett a szilva, eladásra is jut belőle, a keveskés nyugdíjhoz. Nagyon kell, hogy a megélhetőség egy kicsit jobb legyen. A szilváé volt a főszerep a hétvégén a beregszászi járáshoz tartozó Mezőgecsében, ahol a községi tanács, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Mezőgecsei Hagyományőrzők és Fejlesztők Egyesülete 9. alkalommal szervezte meg a Lekvárfőző Fesztivált. A gasztronómiai ünnepre benevező 8 csapat már hajnalban serénykedett a falu foci pályáján, hogy időben elkezdhessék az egész nap tartó főzést. Az első lépés a szilva közös kimagozása volt. Ne maradjon benne a magja, ne legyen félkés, tiszta legyen, ez az odafigyelés. A lekvárfőzésre az egész falu megmozdult, mindenki hozott szilvát, hogy közösen készítsék el a lekvárt. Fazikban nehezebb, üsbe könnyebb. Mi így kimagoljuk, belöntjük abba az üsbe, az a fő lassabb. A mezőgecseiek a hagyomány szerint 8-10 órán keresztül főzik üstben a szilvalekvárt, szabad tűzön. Fejes József már több órája kavargatja folyamatosan az üstjében található mintegy 80 kg gyümölcsöt. Maga titka a lekvárnak a fa tüzelést, hogy füstös legyen, hogy átjár a füstök minden. A Mezőgecsei Lekvárfőző Fesztiválra a falu anyaországi testvértelepüléséről, Szatmár Csekéről is érkeztek lekvárfőzők. Magyarok és testvéreink, attól függetlenül, hogy most éppen Kárpátalja Ukrajnához tartozik hivatalosan, hagyományainkhoz szintén hozzátartozik, hiszen Szatmár Csekélynek is a úgymond a régi nagy piaca beregszász volt, tehát ez a környék volt, mi Isten igazából ehhez a részhez tartoztunk évszázadokon keresztül. Míg a beregi szokás szerint a lekvár főzése előtt kimagozzák a szilvát, addig a szatmáriak egyben teszik az üstbe a gyümölcsöt, és csak később szűrik ki belőle a magokat. Mi oda tesszük maggal, és amikor megfől a héj, megfől a hús, akkor szépen átroskáljuk, és utána kezdjük visszaöregíteni. A Lekvárfőző Fesztivál célja a hagyományőrzés mellett a turizmus fellendítése a beregvidéken. Ez ugyanis az egyik fő megélhetési forrása a helyieknek, hangsúlyozta a főszervező, Mester András. Mezőgecse annak köszönheti azt, hogy turistáink vannak, hogy ismernek a két rendezvényünkről, és hogy aki eljön ide, megkóstolja az itteni ételeket a fesztiválon, az utána nagyon sokan jöttek már azért Mezőgecsére szállást foglalni, mert voltak a fesztiválon, megkóstolták az itteni ételt, és meg akartak kóstolni még másfajta ételeket is, amit itt készítenek a mi asszonyaink. A szervezők szerint fontos, hogy a békés együttélés érdekében a Kárpátalján élő nemzetiségek megismerjék egymást kultúráját, szokásait. Ebbe a sorba tartoznak a gasztronómiai különlegességek, így a szilvalekvár főzése is. Örvendetes az, hogy ez a hagyomány megőrződött, és nem csak tudjuk ezt itt egymásnak megmutatni, hanem megmutatni más nemzetiségű embereknek is, hogy mi a magyar gasztronómiai hagyomány, és megismertették ezt velük. És örülök annak, hogy ez mindenfajta nehézség ellenére újra és újra megrendeződik, azt mutatja, hogy a kárpáti magyarság él, őrzi hagyományait, és próbálja fejleszteni gazdasági, turisztikai lehetőségeit is. A mezőgecsei magyarok nem csak településeknek, de a beregszászi járásnak is jelentős hírnevet szereztek az elmúlt években azzal, hogy ők szervezik a vidék legjelentősebb gasztronómiai ünnepeit. Míg nyáron a lekvárfőzés a sláger, addig januárban a böllér verseny vonz tömegeket Magyarországról és Ukrajna más régióiból is. A helyiek bevallása szerint annak ellenére, hogy Ukrajnában évek óta kilátástalan körülmények között élnek, szülőföldjükön szeretnének maradni és boldogulni. Ha velünk maradnak, részt vehetnek egy igazán különleges bunkertúrán a Füleki vár alatt.